Fehérje növényeknek azokat nevezzük, amelyeknek nagyobb az átlagosnál a fehérje tartalma, mondjuk egy 15-20% vagy a fölötti. Ezzel alkalmassá válik arra, hogy kis koncentrációban is nagy fehérjebevitelt tudjunk elérni ezeknek a növényeknek a fogyasztásával, etetésével, ezáltal például a takarmányozásban, állattenyésztésben nagyobb súlygyarapodás, nagyobb teljesítményt tudunk elérni. Szöszös bükköny, tavaszi bükköny, csillagfürt, lóbab, szegletes lednek, csicseri borsó, őszi borsó, tehát viszonylag fajgazdag repertoárunk van. Némely fajból több fajtával is rendelkezünk, illetve a nemesítésünk folyamatos. Olyan növényeket tudjunk a gazdálkodóknak ajánlani, amivel nagyobb hozamat, több hasznosult fehérje mennyiséget tudnak hektáronként elérni, mint más növényekkel, és olcsóbb lesz a hazai fehérje, mint a vásárolt. Igaz, hogy a kutatás része az agrotechnológiai feltételek megvizsgálata, de mindezzel együtt egy szaktanácsadást is szeretnénk nyújtani a gazdálkodóknak.